Egy átlagos hétköznapnál jóval nagyobb volt a nyüzsgés a városban. Az iskola kezdésre a legkisebbeket a szülők is elkísérték és együtt várták a csengőszót. A dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában hasonlóan a város többi tanintézményéhez pontban 9 órakor kezdődött az ünnepélyes tanévnyitó. Az iskola előkészítősöket és az elsősöket iskolatársaik énekkel és sorfallal fogadták, szimbolizálva ezzel, hogy átléptek életük egy új szakaszába. A nagyobbak bátorító szavai sem maradtak el, voltak, akik szavalattal, mások gondolataikat, élményeiket összegyűjtve egyéni köszöntőbeszéddel készültek. Önállóbbak lettünk, magunknak kell magunkkal törődni, figyelni az időbeosztásra, s tudatosan gyarapodni. Az ünnepélyes beszédek sorát Jakabáron Csaba önkormányzati képviselő folytatta, aki Bunta Levente polgármester gondolatait tolmácsolta. Ám hívhatnánk más bölcsek igazságait is segítségül. Egy kínai közmondás szerint a tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell. Az intézmény vezetője Bodúrján János az iskola új tanulóin túl az új tanárokat is köszöntötte. Beszédében kiemelte, örömükre szolgál, hogy a 0. osztályosoktól a 12-esekig mindenkinek helye van az épületben, köszönhetően egy új épületszárnynak, ahová 2 iskola előkészítős osztálytermet tudtak berendezni. Stábunk előző látogatásához képest sikerült még barátságosabbá tenni az új termeket, amelyeket ma még a szülők együtt vehettek birtokba a 0-osok. Társaikkal, az új tanítónénikkel és az új szabályokkal ismerkedtek. Az iskolakezdést övező zűrzavaros időszak után mától már biztos, hogy itt kezdik meg elsajátítani a betűvetés alapjait a kicsik. Kérdés azonban, hogy mit hoz a tanév vége, amely már inkább a 12-eseknek tartogat meglepetéseket. A végzősök nem túl bizakodóak, de az ő helyzetükre is van megoldás, és az a tanulás. Kell tanulni. Amúgy úgy sem sikerülne, úgyhogy teljes közzel a tanulásba belefogni. Úgy gondolom, hogy nehéz lesz, és oda kell tegyük magunkat ahhoz, hogy sikerüljön. És hát remélem, hogy sok odafigyeléssel és sok gyakorlás, tanulásra sikerülni fog, és meg tudjuk csinálni. Reménykedünk, aztán hát próbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból. Mi úgy gondoljuk, hogy nehéz lesz, de föl kell kössük a gatyánkat. A 12-esek egyelőre nem tudják, hogy milyen formában zárják eddigi tanulmányaikat, de az biztos, a tanügyminiszternek eltökélt szándéka, hogy 2013-tól bevezessék Romániában a differenciált érettségit, azaz, aki tovább akar tanulni, annak a mostanihoz hasonló vizsgákat kell letennie, a többi diák pedig akár a szakmai érettségivel is pontot tehet a 12 év végére. A tanév szerkezete lényegesen nem változik, marad a 2 fél év, amelyből az első december 21-én zárul, majd a 3 hetes téli vakációt követően egy rövidebb tavaszi szünidő után június 22-én ér véget a 2012-2013-as tanév.